A beszéd Aponyi a magyar ügyvédelmében bevezető előnarráció csillagmanó filmjének képi világába. Szép napot kívánok! Káli Daltúr vagyok. Az elkövetkező pár percben én kalauzolom előnt a beszéd című alkotás atmoszférájába és az audio narráció részleteibe. Tartson velem, hogy még teljesebb legyen az élmény. A film hivatalos ajánlója. 1920. január. Párizsban szembesül a magyar békedelegáció az Antant hatalmak békefeltételeivel. A történelmi Magyarország számára bosszúból a modern korban ismert legsúlyosabb büntetés szánják a győztes hatalmak. Az Aponyi Albert vezette békedelegációnak mindösszesen egy napot szánnak, hogy megfogalmazza ellenérveit az igen szigorú feltételekkel szemben. A történelmi dráma azt a beszédet dolgozza fel, amelyet Aponyi gróf a magyar küldöttség vezetőjeként Magyarországot képviselve 1920. január 16-án a Trianoni béketervezet végleges lezárása után mondott el. Sok szereplővel, korhű díszletek között idézik meg az eseményeket, a beszédet Máté Áron történés szakértő magyarázataival megszakítva. A néző a rekonstruált, dramatizált jeleneteken keresztül nem csupán tanulja lehet Aponyi beszédének, de képet kaphat a béketárgyalások atmoszférájáról. Történész megszólalások segítségével kiegészítheti tudását, és az izgalmas vizuális megoldások segítségével belehelyezkedhet a békedelegáció helyzetébe. A helyszínek bemutatása A filmet a Keszthelyi Festetics kastélyban forgatták. A történet két fő helyszíne, gróf Aponyi Albert dolgozószobája, és a francia külügyminisztérium. A gróf tágas dolgozószobájának falát barna, mintás tapéta borítja. Az ablakokon a spaletta félig be van hajtva, így a szobában jellemzően félhomály uralkodik. Az íróasztal kisé rendezetlen, könyvek, dossziék, hamutál, üvegedényben tinta, és egy kis lámpa kap helyet rajta. A francia külügyminisztérium épületében a magyar küldöttség impozáns, hosszú folyosón halad el, mire a tárgyalóterembe jut. A barokk stílusú helyiséget gazdagomborítják a hatalmas tükrök, valamint az aranyra festett stukkók. A bejárattal szemben keresztbe fordított asztal mögött Clemenceau ül egyedül. A bejárattól jobbra az ablakok előtt egymás mellett Három összetolt asztal mögött foglal helyet a tanács többi tagja. A magyar küldöttség az ajtó előtti székeken foglal helyet, kivéve a grófot, aki egy klemanszó helyével szemben elhelyezett asztal mögött áll. A film képi világa A gróf beszéde alatt sajnos nem sok lehetőség van a film vizuális elemeinek bemutatására a színészek által életre keltett történelmi pillanatokat gazdagon tarkítják az eredeti filmkockák és fotók, főként a történész beszéde alatt. Ezeket többnyire hanghatások kísérik. Ilyen például a diabetítő kattogásának megjelenése. A történész felbukkanása minden esetben a közvetlenül előtte zajló jelenet díszletében történik. Korabeli fotók és filmrészletek a legtöbb eredeti felvétel a film első két percében jelenik meg, az alábbi sorrendben. Budapest nevezetességei, az Országház, a Halászbástya, a Városligeti Csónakázótó, Vajdahunyadvára, az Erzsébet híd, valamint a nagy körút. A későbbiek során megelevenedő korabeli felvételek, Budapest utcáin masírozó katonák, majd a magyar küldöttség érkezése a francia külügyminisztériumba tanácskozó férfiak egy asztal körül. Klemanszó két másik társával egy térkép fölé hajolva. Végül gróf Aponyi Albert alakja lassított felvételen, amint megtört tekintettel néz a kamerába. A szereplők bemutatása Gróf Aponyi Albert, alakítója Rátóti Zoltán. Politikus, a magyar delegáció vezetője elegáns, ötvenes éveiben járó, szúrós tekintetű férfi. Hosszú ősszakála és bajusza a kordivatjának megfelelően formára van vágva. Ezüstszínű hullámos haját kisé lenőve, oldalra fésülve hordja. A színész világító, égszínkék tekintete kisé meggyötört. A grófa valóságban kiemelkedően magas, vékony testalkatú, hosszú, ősszakálú, rövidre nyírt hajú férfi. Georges Benjamin Clemenceau, alakítója Dániel Fizsolt. Francia miniszterelnök, a trianoni békeszerződés főtető aláhozója. Köpcös, javarészt kopasz. Feje tetején megmaradt fehér haját rövidre nyírva hordja. Hosszú fehér bajsza csak nem teljesen elfedi száját. A gróf beszédét megvető arckifejezéssel hallgatja végig. A régi felvételek alapján a miniszterelnök a valóságban pontosan ugyanígy nézett ki. Történész szakértő Dr. Máté Áron. Sportosan elegáns, harmincas éveiben járó szemüveges férfi. Öltözéke a mai kordivattyát tükrözi. Halványkék inget és sötétkék zakót visel, nyakában sállal. Az audionarrációról pár mondatban. Bár minden művészi alkotás megérdemelné, hogy kockáról kockára kielemezve tolmácsoljuk a látottakat, a műfaj sajátossága miatt erre nem nyílik lehetőség. Audionarrátorként fő feladatunk, hogy a cselekmény tökéletes megértése érdekében minden dramaturgiai jelentőségű momentumot közvetítsünk a látássérült nézők számára. Emellett pedig azokat a vizuális kulcsokat, melyeket az alkotók nem véletlenül nyújtanak át, bárki számára elérhetővé tegyük. Ennek ellenére nem feledkezhetünk el arról, hogy az éppen narrált alkotás mindenkor elsőbbséget élvez. Az audio narráció akkor sikeres, ha szinte észrevétlen marad az akadálymentesítés. Épp ezért kivételes esetektől eltekintve, a kommentár nem lóg rá a párbeszédekre, miközben sokszor figyelembe kell venni a dramaturgiai jelentőségű csendeket és zenéket is. A narrátor munkája így tehát döntések és kompromisszumok sorozata, amely során a tökéletes megértés és a felhőtlen szórakozás közötti kényes egyensúlyt tartja fenn. Épp ezért lehetetlen mindent tolmácsolni, minden vizuális és cselekmény részletben elmerülni. Mégis bízunk benne, hogy ezzel a művészi kiegészítő szolgáltatással olyan önálló befogadásra tehet szert minden látó és nem látó néző, amely közelebb hozza számára az adott művet, és segíti ennek a vizuális jelekre épülő műfajnak a könnyebb befogadását.